Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen Hajnal Gyöngyinek a meghívót. Megelőlegezte a bizalmával, hogy itt kiállhassak önök elé beszélhetek. Kicsit azért nehéz dolgom lesz, mert így itt a vége felé mindenki elmondott mindent. Itt Ági a lényeget elmondta, Csikmat Gergő a lényeget elmondta, Botiék elmondta. Gondolkozok még, miről beszélhetek, de azért már megnéztem a listát, gondoltam, miről fogok beszélni, kicsit egy ilyen külön témáról. Amit Leopold László vagyok, Romániából, Erdélyből, tehát román. Erdélyből jöttem, Gyergyószent Miklósról, a Farkashajszal kenyér tulajdonosa vagyok. Közép-ázsiai juhászokat tartok. Nem szeretnék most ebbe a prezentációba, az sincs neki. Most erről a fajtáról beszélni, úgy tegnap tényleg azért nagyon sok szó esett róla. Egy olyan témát választottam, ami egy kicsit most időszerű. Régebb nem volt, az utóbbi években, amióta vannak a kiállítások is, azóta ez nagyon érinti a pásztorkutyás kőzegeket, tömeget. Szinte mindegyik pásztorkutyát, ugye a kiállítás és a munkakutya. A közép-ázsiainál és még a kangáloknál közben jön még az a harmadik, a harc. Még azért román juhászokkal, más juhászokkal nem volt ez a harc, de ezeknél az ázsiaknál azért ugye előfordul. Kicsit úgy az előzményekről. Nekem édespám pásztorkodással foglalkozott. Innen jött ez a, hogy kicsi 3 éves gyerekkorom óta kutyáim vannak, voltak neki, úgyhogy örökké egyet magaménak tartottak. Amikor már egy kicsit ilyen nagyobb gyermeknek csepedettem, akkor már megvettem az első kutyámot. A közép-ázsiait úgy, most amikor jöttem erre felé, Szeged előtt volt egy földdiáki tábla, onnan vettem az elsőt 19 éve. Na, azótától most körülbelül egy olyan 30 és egy kicsi kutyának a tulajdonosa vagyok. Ezt a témát azért választottam, mert nem mindenkinek adódik meg az a lehetőség, hogy ennyi kutyája legyen. Ezt egy akkora területén tartsa, ami van nekem. Az, ami csak úgy sajátomat fent, az egy olyan 30-40 hektár, ahol élnek. De a kutyáimmal járunk kiállításokra, dolgoznak fent a hegyekbe, az eredeti funkcióikat lássák el, de nem tudom, a kamerát most jobban lehúzzák, de kipróbáljuk, kiteszteljük teszteljük a kutyáinkat. Amit mondtam, ezt nem mindenki tudja megcsinálni. Ezért vannak ezek a kicsit szétválnak a vélemények. Sokszor lehet hallani, tehát ilyen internetes fórumokon viták vannak a Facebookon. Hát az csak egy, azok a kiállítás kutyák nem jók semmire. A mi kutyánk a jó, mert ez verekedik, jó munkakutya, halad az enyém ott az esztenán, az a jó kutya. Akkor erre azt mondja, tudja, akkor a kiállítás kutya el van nyomva az ő körükbe. Na viszont van a másik kiállítás kutya. Ha már pedig ez a jó kutya, mert ez ennek a világbajnoknak, ennek a vérvonal, ennek az utóda, az mi az annak, így áll a harapása, így áll a foga, az én emlő. Tehát amúgy a pásztor azt mondja, hát mit érdekel neki, olyan mindegy, hogy ezt a medvébe, ahogy belecsipnek, ahogy mondják, hogy így harap belé, vagy így harap belé. Tehát tök mindegy neki, hogy csak harapja. Nos, akkor itten, ugye úgy van a címe, hogy összeférhetetlenségek, hogy milyennek is szeretném a jó pásztorkutyát. Hát én személy szerint, a hölgyek jobban tudják, van ez a 3+1-es kávé. Van benne te, kávé, cukor, ezt így összekavarják, megvan az élvezet. Na hát én is ezt szeretném, hogyha azt a kutyámot venném az esztenáról, másnap vinném, tenném be a ringbe, futunk 2 kört, román bajnokok vagyunk, menjünk vissza az esztenáról, jövő héten azt mondják, hogy kutyateszt van, menjünk, megint veszem a kutyámat, megint tesztelni. Hát ez így nem fog működni egyáltalán, mert egymást akasszák ezek a dolgok. A fontossági sorrend, hogyha megnézzük, hogy mi az, az ugye a
Tehát a pásztor kutyának az első az, hogy jól dolgozzon. Na, se nem a kiállítás, se nem a harc. Tehát az, hogy jól dolgozzon, az esztenán ugye ellássa azt a feladatot, ami rá van szánva, vagy a fent való teremtett neki. Na, ugye ez szép, jó, de jött a kiállítás. Na hát akkor, hogy ismerjék a kutyáinkot, hát menjünk el kiállításra. Na hát akkor járjunk. Tehát nagyon könnyű egy jó kiállítási kutyát csinálni ezekből a pásztor kutyákból, akik a hegyen élnek, mert mozgásba, és azért sok küllenbíró is ugye az elején a mozgást nézi, könnyed mozgással meg lehet verni ezeket a kenyérbe tartott kutyákot, nagyon könnyedén végig szaladunk a ringe, van egy ilyen, főleg egy ilyen, aki egy ilyen falka vezér, aki ugye azért lett az, mert nem fél senkit, ő bemegy a ringbe, szétnéz, lát egy csomó kutyát, kihúzza magát, hú, ezek az ellenségek. Még le se kell hajón is beállítani, mert ő már áll magától. Lehet, hogy egy olyan kontaktust ad, hogy az azelőtt megtanított világbajnok kutya kiállt, az így összehúzza magát. Már is van egy jó kutya. Na, de hát ugye ez nem működik. Miért nem működik? Azért, mert ha lehozom mám a kutyámat, holnap nincs, hogy elmenjek vele kiállításra. Van, hogy elmenjek, de meg fogják kérni, hogy ura, maga hova jött el a kutyával? Hát legyen szíves, menjen ki. Hiába, jól le se bírálnak, kiküldik, hogy az uram, ez egy szépségverseny. Tehát ez olyan, hogy hiába van nekem szép felesége, nagyon szép, de holnap nem vihetem ki a kifutóra, nem fog tudni menni a vala a cipőjébe. Tehát egy ilyen, aki megszokta a munkát, az nem tud úgy, mint a Naomi Campbell. Na, tehát ez egy kicsit más. Pedig lehet, hogy szebb a felesége, mint Naomi, de nem fog tudni úgy menni ott a kifutó. És miért? Tehát ugye a 3 héttel legalább a kiállítás előtt regisztráljuk a kutyát. Tovább attól a perctől nincs, amit otthagyni, mert lehet, hogy hónap megeszi a medve, pénzt kifizetted, vagy valami egy rossz csomdarabon, vagy egy tüzelőszukán összeverekednek, leszakad az óra, úgy jár, mint Ági a tegnap hozta a kutyáját tiszta véresén. Megint akkor azt mondják, hogy uram, hova jött? Még egy állatvédő, maga, na legyen szíves, hagyja el a helyet. Ha nem is mondják, bemész a ringbe, vezeted a kutyádot, jön a bíró, Ria se néz, és aztán még megmondja, hogy ha még olyan bíró, aki kicsit beszélget is a közönséggel, meg fogja mondani, hogy ez egy rendezetlen kutya, sovány. Ha úgy lehet így idehozni, hordái látszanak, akkor szégyenkezel, lesütöd a fejedet, kapsz egy ilyen nagyon gyenge minősítést, hiába próbál, hát ez vagy ez, nem érdekli. Tehát kapsz egy ilyen... Tehát akkor ahhoz, hogy én el tudjak menni kiállításra, 3 héttel vagy legalább 4-jel a kutyát haza kell vigyel. Megkössünk, adjuk neki. Hús, csirke, minden, amiben van egy kicsi, hogy mutasson, izmoson. Hát nem, mintha ő nem izmos, de izmos, hogy szép nagynak mutasson, fésülgessük, formáljuk, visszajön, lábhoz vissza, még egyszer, megírkodjátáljuk, fel a fogat, szoktassuk, még ilyen, gyere te is egy kicsit nézed, hogy nagyon bírót is megegyük. Akkor ezt lehet így eljátszódjuk. Megyünk sikerünk volna. De mi van azután? Vissza kéne vinni az erdőre a kutyát. Visszavisszük az erdőre a kutyát, csak többi ideje nézik, hol voltál, hogy nézel. Tehát ki van ugye parfümözve, kicsit szép is. Hogy nézel ki? Hát ez vagánykodik, várjuk még. Na, akkor kezdődik előről, akkor a jó kutyát. Megint 2-3 hétig nem jó semmire, mert le van feküve, és nyalogassa semmi. Tehát ugye ez már az egyik összeférhetetlenség, amit így elpróbáltam mondani. Tehát az a lényeg, most egy kicsit itt ilyen viccesebben mondom, mert úgy még jettem ennyi embert, nem az előtt meg kellett kérni, vagy két pár pálikát, hogy jobban tudja beszélgetni. Látom a hatásokat. És akkor most komolyabbra fordítva, ez egy ilyen, tényleg egy lehetetlenség. Tehát behozzuk, de az a kutyának, ami ezt a feladatot ellássa, nem jó. Akkor még egy dolog, hogy ugye a jó pásztor kutya, az úgy kezdődik, hogy ott kell szülessen az esztena. Az ott születik, az első, tehát amikor a szemét, tehát ugye a kontaktus már a harmadik héttől megkezdődik. Hagyjuk, hogy egy gödörbe valahol az anyja elássa, rás egy ilyen gödröt, oda megkölykezzik, kezdődik az életük,
hallják, az anyja elfutott, valamire ugott, tanulja, még lehet nem is lássa, hallja. Azután, na ők is elindulnak, mit lát? Elmegyen a birka mellett, a birkával nincs semmit foglalkozni. Esetleg, ha foglalkozott, kapott egy nagyot a fejére, egy botta. Mikor már kétszer kapott, többet nem foglalkozott, és ezt így megtanulja. De az a kutya, amelyik ezt tanulja meg, és eléri azt az egyéves kort, akkor már megint többet nincs, még bévinni a ringbe. Ahol már többet nem tudsz menni, mert az nincs megszoktatva a pórázza. Azt, ha felteszed, és bémensz egy kiállításra, hiába így jár a hegyén, hogy ki vagyok én, az, mikor bémen összehúzza magát a farkát, lehúzza, be akart vinni a ringbe, húzott. Húzott, megint megkérdezik, hogy hát mit keresel, vagy mit egy ringdresszúra. És az egy kiállításon, az kell a ringdresszúra. Akkor megint nem jó, ugye? Akkor ennek kéne keresni egy közös valami megoldást, hogy hogy lehetne azt csinálni, ugye a jó kutyát keresem én is, hogy azért van egy jó kutyám a hegyen, na de kiállítása, és azért mutassam meg, mert most már 19 éve, hogy kutyázok, jó vérvonalú kutyákat szereltem be, pont olyan, mint a fotball. Kell pénz, hozó jó fotballistát van eredmény. Pont így, kellett szerelni kutyákat, meg kellett ismerni a Geldit, meg kellett ismerni a Faridát, meg kellett ismerni a jó kutyásokat, informálódni kellett, jó kutyát kellett venni, az soha nem vették oda. Épp a tegnap Geldivel beszéltünk és szokkal fel, ilyen baráti alapon is 2000 euró. Hát akkor meg kell ezeket venni, ugye, ha sok időt belé kell rakni, azért, hogy eredményed legyen. De hát akkor most mit csináljunk ezzel a kutyával, hogy eredményünk is legyen, hogy jó pásztor kutya is legyen, de aztán vigyem el a kiállításra is. Akkor ugye hazaviszed, már veszít abból, hogy tehát nem nincs előnybe avval a kutyával, aki ott született, de körülbelül úgy, amit az embereimmel tapasztaltunk, az, hogy egy 4-5 hónapos korig otthon tartsuk, de úgy, hogy több kutyakölyökkel, hogy azért szokja azt a falkát. Ott van a többi nagy kutya még az udvaron, amik éppen nem dolgoznak, mert most kicsit visszatérve hozzá lesz az a harmadik, vannak olyan kutyák, akik nem a falkába való, és azok otthon vannak. Meg akkor megint vannak a nagy kutyák, ezeket szokja, és az, addig a fél év alatt rátesszük a pórázt, megvezetgessük, elviszük egy-két ilyen kölyök kiállításra, hogy tanulja meg. Nem is gondolja az ember, hogy a kutya mennyire másolja a más kutyákat. Tehát egy kicsi kutyát elviszi, van egy ilyen egy nap három kiállítás, kettő. Az első még ott botorkázik, a másodikon már ügyesen menni, a harmadikon már ő a sztár. És ezt egy ilyen fél éves korig kétszer-háromszor el kell vinni, otthon kell vezetgetni, és azután vinni ki a falkába. Őköt még könnyebben elfogadják, de nem könnyű. Ők még a széllei. Pont olyanok, mint a, ugye beszélgettek itt a medvékről, ezek a fiatal másfél éves bocsok, akit elhagy az anyja. Nem ott vannak a sűrű erdő közepében, hanem ezek a kukászok, ezek a, akik a periféria, aki nem tud bemenni oda, ahol a nagy van, de muszáj kiszoruljon, ő is meg kell élni. Ott van a kutya, elmén a szomszéd, van egy vitkéntház az erdő, ott kunyol rá, amíg egy ilyen kedves néni, jaj, szegény kicsi kutya valamit ad. Ez a legrosszabb nekem, mert akkor már megszok. Tehát ilyen problémákkal kell megküzdjünk, de lassan-lassan az az 5-6 kutyakölcs ide, azért, hogy egyet nevel 5-6 kell. Azért, hogy ezek így egybe szokva kikerülne, és tovább mennek. Ugye Ági beszélt így a falkáról, hogy több testvért félnevelnek. Ha több testvért vagy több egyforma kutyakölyket is így nevelsz, ez így nő. Hogy beszélt arról, hogy válasszák a hármat, tehát azt annyira nem az ember választ, hogy kiválasszák saját magukat. De nem szabad abba a tévbe esni, hogyha egyre rászállnak. És azt aztán verik egyfolytában. Az. Nos, akkor sokan megsajnálják, jaj, szegény kutya, kiveszik, elzárja. Ez a legnagyobb hiba, mert következik az ötödik. Aztán, ha azt kivette, következik a negyedik. Tehát mindig egyet azt mondod, hogy akkor, na, sajnálom, te vagy a Fekete Péter. Ezt aztán kell hagyni, hogy rágják, és akkor az öt megmarad. Az öt az összedolgozik. Na, ugye ki kell kerüljenek az erdőre. Tehát akkor már ugye hátrányban van avval a kutyával, aki ott született. Tehát ezért mondtam, ez az egyik megoldása lenne, ez amit mi még így tudunk használni, hogy egy ilyen fél év és korig tanítod, mert azután már nem felejtje. Azután, ha behozod a kiállításra, lehet az első nem úgy menjen, de azért már tudja, hogy mi az, azért már könnyebb, de ugyanígy ez a veszélye fennáll azután, hogy mikor viszed ki, akkor megint kaphat egy verést.
amúgy ez kicsit megint közben szól, hogy nem muszáj a végére hagyni a kérdéseket, hogy ha így mondom folyamatosan, és valakivel felmerül egy kérdés, az nyugodtan kérdezze már, vagy elfelejtsük a végére, vagy már nem lesz időre. A harmadik ugye az a harc. Tehát ez egy ősi dolog, a tegnap Gelgi erről tartott egy egész beszédet, ugye az egy tradicionális 4000 éve dolog, ami a tenyésztésnek én szerintem egy fontos része. Sokan azt mondják ugye, hogy most már nem emberséges dolog, nem engedi az unió. Megint nem folynék bele, amit Geldi mondott, de ugye ez egy nagyon fontos része. Fontos része volt 4000 évig, vagy még annál továbbtól. Most is nagyon, nagyon jó, ha megvan. De ezt itt a harcot nem szabad evel a commerce harccal összetéveszteni. Amúgy lehet. Egy jó közép-ázsiaiból lehet egy nagyon jó harcos, mert ugye ők az alapjai a közép-ázsiai juhászoknak, és amikor a határok megnyíltak a 90-es évek után, akkor nagy előszeretettel ugye mindenki az orosz kutyák felé, egyszer a kauszakázus, aztán a közép-ázsiai. Hát ügyes orosz tenyésztők erre ezeket a szívós kutyákat vették alapnak. Megint egy komoly tenyésztői munka kellett, mert nem lehet csak úgy, hogy most kettőt összeraktak, azért elgondolták, nem csinálták buta. És akkor az európai piacnak megpróbáltak megfelelni. Tehát nagy, kemény kutyákat akartok. Hát akkor vigyünk belé masztifot, vigyünk belé bérnát, hogy minél nagy legyen. Az emberek 90%-a grandumániába szenved. Főleg nálunk ez a Moldávia, ez a havasalföldi rész, ezeknél úgy kezdődik a kutyavásár, rádír, hogy nem is köszön. Kögö, kérdőjel három, szömbe. Hány kiló, hány cím? Hát hogy lehet így kutyád, ez olyan, hát lehet, hogy bémész a cipős üzletbe, megnézed, hogy 43-as kér, és akkor félhúzod, de bár tudod, hogy melyik márkából akarsz, vagy mit akarsz venni, hogy papucsot akarsz venni, vagy bakkancsot akarsz venni. Tehát nem elég, hogy most 42-est veszek, hát jó, egy papucs télen, hát ezért megnézed, mit akarsz venni. Tehát így kéne a kutya is. Erdélyben kicsit másabb a szemlélet, azért nem nagyon, egy kicsit, mintha egy kicsit ilyen fejlettebbek volnának ezen a téren a kutyákkal. És a másik ugye a harci. Tehát ugye volt ezek a szép nagy kilósok, és a harci. És akkor megint csinálták. Belé vittek ilyen harci kutyákat. Ezért van, hogyha egy laikus elmegy egy kiállításra, és megnézi a közép-ázsiait, amiből szép nagy számban van. Most szerintem a legelterjedtebb, legdivatosabb fajta. Romániában egy kiállításon a harmada, olyan is van, hogy negyede harmada között van a közép-ázsiaiak száma. Van beírva 300 kutya, most is besztercén 65 ázsiai. Tehát az egy kimagasló szám, tehát van mindenkinek. De elmenj egy laikus, és nézi, hogy húha, ez milyen fa? Hát ugyanaz. Hát hogy ugyanaz? Az az, hogy mi? Nagy előszeretett azt mondják ezekre a türkmén kutyákra, hogy veverica, tehát a mókuska. Hát mókusok már végig vagyok, hát persze, hogy mókus. Hát a másiknak pitbull feje van, vagy a másiknak ilyen feje van, fél van pompálva, hát persze, hogy nem hasonlít. Állunk Marosvásárhelyen a ring mellett, így szép nézzük a kutyákon, hoznak egy szép nagyot. Az tényleg Romániában egy nagyon híres kutyának számít, mert mindenki szereti. Van beírva 40 kutya. Fut a ringbe, mindenki nézi így, tehát a többi kutyát nem is csak így. Mindenki figyel, vaj, tehát vájogtatnak, igen. Bíró kiteszi, vaj, mindenki hú, a legjobbat, hát hova tették, hú. Már látom, hogy mindenki fél van tüzülve, vagy hát mi fizettünk, hát ez igazságtalanság. Megszólítom, hogy nem vették észre, hogy az a másik 29 nem hasonlít rá. Vagy ő nem. Tehát akkor most a 29-el van a baj, vagy ahol az egyel van a baj. Most ugye ezért lett, hogy mindenféle kutya bekerül, és ez a commerce verekedtetés, tehát ez a, most sokan azt mondják, hogy a legjobb munkakutya a bunyós kutya. Tehát jó a bunyós kutya, de hát mire? Tehát a pásztorkutya nem azt írja, hogy harci kutya, hanem pásztorkutya.
Tehát ez egy másodlagos, de sokan ebben a tévedésben vannak, hogy a legjobb bunyós kutya. Erre kötne. Ennek a bajnoknak a fiát, ennek a bajnoknak a fiát elhozzák. Hova hozzák? Hozzák egy olyan európai országba, ahol nem is szabad verekedtetni. Hát akkor miért hozod? Csak azért, hogy nekem ennek a fia ott van. Vagy van merszed, hogy az mellett, hogy téged, ha megfognak, akkor 5 évre bezárnak, megteszteld a kutyádot? Nincs. Akkor miért kér? Tehát akkor vehetsz egy másikot is, majd ugyanazt a, el fogja látni azt a feladatot. Tehát pont úgy fog ugatni, de hát most és a másik. Hát nem biztos, hogy a Maradona fia is pont olyan jó fotbalista lesz. Van esélye, mert az apjával fotbalozott. De még nem biztos, hogy az lesz. Tehát ott az egy hosszú folyamat. Nagyobb az esélye, de akkor minek kell? És akkor megint az összeférhetetlenség. Egy harcos kutya, egy jó harcos kutya, és egy jó harcos falka vezér között a különbség. Hát megint ég és föld, hát nem egy a kettő. Tehát egy falka vezér nagyon jól verekedik. Tehát ő megtanult. Tehát az, hogy falka levezér legyen, ő nem úgy volt, hogy csak oda belé cseppeltünk, és megszavaztunk, hogy te vagy hogy hónap a király, hanem azért azt el kellett járni, azt a szavárét, tehát sokat nyaltad a sebédét, sokat feküdtél a tódalba, sokszor megvertek, de oda kerültél. Sántikáltál, megvertek, megint megpróbálkoztál, megint megvertek. Megint, mikor úgy érezted, hogy kicsit többet ittál, megint neki indultál, és aztán addig, amíg ugye sikeredik a... És akkor már aztán a falka többi tagja, amikor lássák, hogy ne, ez már mindjárt van, akkor még segít neki is, neki, és akkor a másik kapja. Na, aztán még ez egy kicsit ilyen oda-vissza megy, de ugye kialakul. Hiába próbálod elvinni azt a falka gazért egy ilyen megszervezett ringes meccsbe, mert ott az, azt így beviszi, megáll, beúzza a falkács áldoká. Tehát ő nem fogja azt a látványos dolgot, hogy beviszed a ringbe, kimegy, míg a rakéta megnézi, és mikor csapod, akkor mennyi. Nem fogja megcsinálni, megáll. Tehát ők ilyen stopper kutyák lesznek. Lehet, hogy a másik az mennyi, az neki indul. Nem lesz soha egy látványos meccs. Ő megpróbálja magát megvédeni. Kattog, szembe csattan. Tehát ő nem fogja fel, hogy az a kutya mi fog neki jönni. Én harcolok a falkába, de mi harcolok? Hogy legyek a főnök. De mit csinál a többi? Ott van a seggemet védi, amikor megyünk a medvére, tehát ott van a hátánál. Mondott Ági egy olyant, hogy a falka vezér úgy nézi elől a kicsiket. Éppenséggel nem úgy van, mert a falka vezért nézik a kicsik, tehát ő azért közben csinálja. Most így ezért meg, most bánom azt a prezent, van egy nagyon érdekes videó erről, hogy mit csinál egy falka vezér. Itt a telefonomon, de most már nem is. Majd aztán megmutatom, akit érdekel ki, hogy van egy tüzelő szuka, elzárom az összes kant, egyedül a falka vezér van, és a fiatalok. Tehát a fiatalok azok ugye azért megtartsák azt a távolságot, ilyen 8-9 hónapos kutyákról van szó. Egy tőlem származó közép-ázsiai juhász, a szomszéd nyájból bejön, észreveszi, hogy hú, hát itt lehet jönni, mert a fiatalok, itt vannak a fiatalok, tehát ők még neki nem ellenség, és az is egy olyan középvágy, ami tőlem származik. Felhívom a barátomat, hallod itt a kutyát. Hát az olyan kicsit csattogtasra az ostóról minden, hát csattogtattam, de ő jött vissza, mert többet ért neki az utódnámzés. Hát az, hogy kicsit enged rá a kutyák, hogy akkor elmény. Hát jó, van, hát akkor menjünk. Menjünk hátra, kölykek, nekifutnak. De hát csak ugassák, még egy ilyen nagy kutyával nincs mit kezdeni, egyedül bent állt ilyen felemelt farokkal, végzi a dolgát, nem fél az én 4 ilyen kölyöktől. Feláll az öreg a falka vezér a szuka mellő, kijön, dur belé a kamba, megfekteti. Erre a kölykek már rajta vannak, csinálják, megmutassa, mit csinál, megint feláll, benyomják a kerti, nézelődik, hogy bírnak-e velem, mert megint fel van állva már a kert mellett, ugye egy ilyen védekező állás, hát onnan nem jöhetne. Csak rajta vannak a kölykek, megint nem bírnak. Megint dur belé, megint le van a nagy kutya feküve, akkor már a kölykek rajta, nézi, bírnak vele, visszamegy a szukához. Tehát ott hagyta. Akkor tettem le a telefont, idáig megvan, hogy na most várjam le róla, és most már az ostor is fog használni, már el fog menni. Tehát ezt akartam mondani, hogy egy jó bunyós kutya,
vagy jó falkal azért nem lesz egy jó bunyós kutya bent a ringbe, ami, ez megint ez a komerszebb része. Tehát ez a verekedtetés, ezek a teszték és a verekedet nem így. Nem így. Ezek a másik teszték, ezek ami ugye részes ennek a folyamatnak, ami a szelektálás, amiről Geldi is beszélt, az egy más dolog. Mivel ezt elmondta, ugye, hogy szelektálták úgy a bunyót, hogy ő úgy mondta, hogy a júnyírásnál összementek a juhok. Tehát nálunk nem a júnyíráskor, hanem a juhfürösztéskor, pedig amikor a városi tanácsnak van egy ilyen nagy fürdőmedencéje, és akkor ilyen gyógyszeres vízbe hobbálja a juhok, és így jönnek a nyájak, és ott vannak a kutyák. Tehát ezt tényleg ki lehet nézni, akkor vannak kutyabunyók. Azért ezeknél a türkményeknél és az orosz népeknél tényleg lett egy ilyen, tényleg lett ez a presztízs kérdés, hogy akkor verekedtessünk is, és tényleg kiválasztották. De az én meglátásom, tényleg jó kutyák lettek ezekből a pásztorkutyákból és ezekből a jó bunyós kutyákból, de egyszer pásztor volt, bunyós volt, és bevitték, szerintem azt többet nem vitték, mert azután Geld is elmondta, ugye, hogy eladták ide, és annak a kölykei kerültek. Eladtál, de többet arról nem esett szó, hogy őt vissza is vitték. Tehát amelyik már erre a bunyóra rászoktattál, és tényleg még azt már tovább nem vitték ki, mert neki az már továbbra az a bunyó, ugye kicsit átváltotta a szemléletét, ő már másik bunyózott. Azt már, ha visszavitték, akkor ő már akart volna bunyózni a farkatársaival is, tehát és nem is biztos, hogy megverte volna a farkát. Tehát hiába, én a legjobb bajnok, lehet 3-4 ilyen keleti ország bajnoka, ha kiviszik az esztenára, ő lesz az első vesztes. Tehát őt az első fél nap tönkretesztett szétszerik darabokra. Az egy más stílus. De ugye az oroszoknál ők csinálták, hogy ugye nem volt tévé, ilyen ünnepek, hát mit csinál, ugye mondták lovas ünnepek, hát hozták a kutyákat is, bunyóztatták. De azt a bunyót nem lehet evel összehasonlítani. Az egy ilyen dominanciás bunyó volt, hogy összeverekedtek, ki az, aki hamarabb megadta, ki az, aki... Az a teszt arra volt inkább, hogyha szembehoznak egy másik kankutyát, mi a reakció? Behúzod magadot, vagy van annyi vér benned, hogy szembeállsz vele? Most van egy ilyen kert, ugye be van kertélve egy rész. Tehát az egy más szituáció, tehát azt a... Az egy okos kutya félmérte, tehát nem az van, ami a mezőben van, hanem egy ilyen zárt rész, ott a gazda mellette hoznak egy másik kutyát. Nem is biztos, magadé harcolsz, vagy a gazdáé harcolsz, vagy meg akarom védeni a gazdát, vagy meg akarom magamat is védeni. Tehát ezt így a kutyában, ezt még én sem tudtam, vajon magáét csinálja, vagy értem, csak úgy egyszerűen néha gondolom, hogy ez most, ezt szerintem értem is harcol. De amelyik aztán még magáét is értem, az már egy kicsit jobb. Most, hogy ennek tudjuk-e hasznát venni, még mindig tudjuk hasznát venni. Most már lehet, hogy egy ilyen jó bunyós már nincs mit keressen az esztena, de van, amit keressen az utódja. De azt már nem fogjuk harcra nevelni, hanem ha van egy ilyen jó kutya, amelyik az ilyen teszteken megállja a helyét, és látszik, hogy ha Csíkszeredába viszed, ott is megállj, ha Szentgyörgybe viszed, ott is megállj, ha Ukrajnába viszed, ott is. Ugyanúgy, neki nem mindegy, hogy ki az a, tehát menjen és harcol, meddig harcol, még megadja magát, ugye, de méltósággal, nem elfog, nem sír, nem, hanem már lássa, hogy nincs tovább, és akkor avval az ő párbeszédükkel fogat mutat, visszahúzza magát, és elfordul, ugye azt a mart mutassa, megadja magát, tehát egy bátor harcos, nem baj, ha vesztett, de bátor, tehát kiáll érte, akkor azt mondom, hogy igenis, jobban szeretnék az egy esztenára egy ilyen kutyának a kölykei, amelyik kutyáktól se félt, mert van olyan kutya, elviszi, még látnak egy másikon, egyből. Hát akkor vajon az, hogyha egy kutyától ezt csinálta, akkor vajon mi lesz egy vadállattal? Lehet, hogy attól is ugyanúgy meg fog ijedni. Tehát akkor lehet, hogy jobb egy ilyen bátrabb kutyának a kölykeit meghagyni is. Én szerintem ugyanígy volt kint Türkmenisztánban, és hogy megpróbálták azt aztán, hogy tovább a presztízs mit engedett, hogy visszavigyék az esztele egy ilyen, vagy csináltak neki egy harcos utat, hogy bajnok lett,
mondom, ez senki nem mondja, de az többet nem volt az esztenál. Az áttették erre az útra, hogy aztán a kölykeit visszarakták, és jók lettek, mert azért ő is elmondta, ugye, hogy ezek a vonalak milyen használhatók voltak. Tehát így kell értelmezni ezt, nem, a, nem ezeket a, az olyan harcokat, ami most esetleg azért menjen, hogy fú, nekem van a jó bunyós kutya. Van egy jó bunyós, mit csinálsz vele? Tehát ezt akartam így el... Na, és akkor ugye most hasonlítsuk, a háromszöget zárjuk össze, a kiállítás egy ilyen bunyós. Tehát egy ilyen bunyós, azután többet nincs, amit megint menni a kiállításra, mert ő bémegy egy ringbe, ő aztán már lehet, hogy megszokta azt, hogy ha egy ringbe megyek, akkor harcolni kell, és abban a helyben az előtted levő félvezetőnek a kutyájának menjen, és ha valaki nincs rá terve, hogy megfogja, akkor megint ki vagy téve, vagy esetleg ki is zárnak, mert meg ráment a másik kutyára. Vagy sebekkel jár, ilyen szép forradásokkal. Most akkor meg... nekünk is, ez meg... Igen, az már olyan szép. Jele, azt már többet nem tud lemosni róla. Mondhatod, hogy otthon sok a rózsabokor, mondhatod, hogy félakadt, ezt úgyse fogják többet neked elhinni senki, hanem azt mondja, hogy ezt csinálta a kutyát. Tehát ez egy ilyen hármas háromszög, ezt most elmondtam, melyikkel viszonyítva még nem működik. Nos, akkor ebből ugye mondtam, hogy hogy lehet, hogy az erdőről a kutyát kiválasztani, hogy lehet, hogy abból legyen kiállításos kutya is. Na de hogy lehet azt is, hogy jó volna megnézni, hogy valamit tud-e, akkor tényleg közben így azt így egy ilyen rövidebb időre, de csak egy napra, hogy ott van valami, és kiveszed, és elviszed. Az elsőre nem fog csinálni semmit, ugyanígy. Az is lehet, hogy már neki az a kert, meg fogja jeszteni. De mivel avval, hogy kölyökkorban már a kertben volt kiállításom, fog menni a ringbe is. De egyszer gyengében, másodjára jobban, de akkor hamar gyorsan is tedd vissza, de nem a megoldás, tehát nem a legjobb. Tehát mondom, azért a háromnak van egy külön-külön útja. Megpróbáljuk, hogy legyen egy jó kutyánk, de egyikben se fog a legjobb lenni. Tehát mind a háromból lesz benne, mind abban a kávéban, de lehet, hogy az a 3000-es kávé soha nem fogja elérni azt a Jakobs, nem tudom melyik, módos kávét. Tehát a kávé a jó a kávé részében, a teljes a cukor részében. Csak megpróbálunk keresni egy olyan, hogy mind a háromról, mind a... És találtál már milyet? Tudtak, tehát össze tudtad hangolni? Hát próbálgatunk, de mondom, egyik, nem lesz a legjobb. Egyikben sem. Igen, nekem is van többféle. Van olyan, akik harcosok, és ahogy elmondtam, ugye otthon tartsuk a kölykek. Na úgy ők otthon vannak, ők nincs mit keressenek a hegyen. Tehát ezt így szét kell választani, hogy azért tartsuk, hogy tényleg kipróbáljuk, és még, és a kölykeik, most már az esztenákon vannak, mert akkor mi egyre több almot lehozunk, és lássuk, hogy tényleg benne van abból a harcos vérből, és az ott jó, de akkor többet azt ne vegyük ki, akkor csinálunk egy jó pásztorkutyát. Tehát nem lehet összehozni. Ez egy nagyon nehéz dolog, és az lehetetlen, hogy mindháromban kitűnő legyen az a kutya. Mert amelyik jó a ring, az esztenán nem lesz jó. Ha a kiállításon jó, és jó a másik helyre is, de mondtam, mik az ütközők. Vannak buktatók. Erről szerettem, hogy nagy rész, vasatom, mennyi időt beszélgettem, hogy még van 5 perc? Lefuttam, mondhatom, egy kicsit ilyen lassabban, székésebben. Jó,